Köszöntöm nézőinket, önök a Tolnatáj Televízió híradóját látják, Lehel Kata vagyok. Főbb témáink néhány mondatban. Felújították a faluházat, több mint 200 millió forint kormányzati támogatás érkezett Decsre. Újabb áremelkedés várható, akár 30%-kal is többet fizethetünk az építőanyagért. Tovább fejlődik Tolna megye, a számos nyertes pályázat mellett egy új üzem is létesül a térségben. Idén is lesz pályaorientációs kalandőrület, már állítják össze a feladatokat a nagyszabású diákversenyhez. Több mint 200 millió forintos kormányzati támogatásból újították fel a faluházat Decsen. A beruházás átadóján Horváth István, Tolna megye 1-es számú választókerületének országgyűlési képviselője azt mondta, a helyreállított épület nem csak a sárközben élők kultúráját segíti megőrizni, hanem Tolna megye jó hírét is erősíti. Helyi táncosok és zenészek műsorával kezdődött a felújított faluház átadása Decsen. A munka több mint 200 millió forintba került. A pénzből az egész tetőszerkezetet újra cserélték és le is szigetelték, ugyanúgy, mint a falakat. Korszerűsítették a fűtési és a szellőző rendszert, valamint a színháztermet is felújították. Biztatok minden polgármester kollégát, hogy lehet és kell is nagyot álmodni, hiszen nem sokára majd átadásra kerül Szedresen is egy nagy kulturális központ, és az is egy ilyen nagy álomnak a kereteiben fog majd megvalósulni. A decsi faluházat az 1980-as évek első felében adták át, azóta nagyobb fejlesztést nem végeztek az épületen, egészen idáig. Horváth István, Tolna megye 1-es számú választókerületének országgyűlési képviselője azt mondja, a mostani beruházás eredményeként az épület nem csak a helyiek hagyományainak ápolását segíti majd, de Tolna megye jó hírét is tovább viszi a világban. Ez több, mint egy művelődési ház, hiszen nem csak egy-egy esemény, hanem itt az helyi civil élet, kulturális élet és közéletnek a szentélye van, hogy legyenek nagy álmok, hogy egy ilyen típusú szentélyekhez is legyünk előbb bátrak, és ezeket is tudjuk megújítani. A decsi faluház felújítására egy egyedi kormánydöntés biztosított forrást. 6884 új koronavírus megbetegedést igazoltak péntek reggelre, ezzel a járvány kezdete óta összesen 1.182.922 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 166, többségében idős, krónikus beteg, így az áldozatok száma 36.429 főre emelkedett. 6.939 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 573-an vannak lélegeztetőgépen. Oltást eddig már 6.176.000-en kaptak. Tolna megyében 152 új fertőzöttet regisztráltak csütörtökön, ezzel a járvány kezdete óta 24.758-ra nőtt a megbetegedések száma az országnak ezen a részén. Nem áll meg a tavasszal elindult áremelkedés az építőanyagok területén. 2022. januárjától jelentős mértékben, akár 30%-kal is növekedhetnek majd az árak. Az energia és a fuvarozás drágulása az építőanyag gyártók költségeit is növelte, emellett az alap- és nyersanyagpiaci árak az első fél évben tapasztalt magas szinten stabilizálódtak, így a gyártók több terméküknél áremelkedésre kényszerülnek. Az építkezési kedv ennek ellenére nem csökken, bár vannak, akik a kivárás mellett döntöttek. 2022. januárjától ismét jelentős drágulásra, akár 10-30%-os áremelkedésre is lehet majd számítani az építőanyagoknál. Komoly kihívást jelentett 2021-ben az alapanyagárak erőteljes ingadozása. A növekvő árakat nagy mértékben befolyásolta az emelkedő energia, fuvarozási költség és az infláció is. Gond nem az áremelkedése van, hiszen mindig van áremelkedés, mindig volt áremelkedés, hanem a tendencia. Tehát most az a problémánk, hogy nagyon magas szinten stabilizálódott a 2021-es árszint, és hogyha még erre 10-20-30% rá fog rakódni, az a globális árban közel egy 10%-os áremelkedést fog jelenteni.
A magas építésben a műanyag termékek, épületgépészeti termékek és faanyagok tekintetében 10-20%-os emelkedésre lehet majd számítani. A transportbeton előállítása kapcsán 4%-os eltérés tapasztalható, míg a kiselemes betontermékek tekintetében ez a szám 3-5%-ot jelent. Emellett a mélyépítésben is drágulás mutatkozott az utóbbi időszakban, tudtuk meg Kólya Józseftől. Leginkább a betonacéltermékek azok, amelyek ilyen jellegű rapszódikus mozgása figyelhető meg. Itt a 10%-tól egészen a 60-70%-ig terjedő ármozgásokat tapasztalunk. Nem is tudunk más tenni, mint hogy napi árakat alkalmazunk a beszerzési árakhoz viszonyított, vagy arra épülő és számított napi eladási árakat, vagy éppen felhasználási árakat. Egy átlagosan 20%-os építőanyag drágulás hatására nagyságrendileg 10%-kal került több az építkezés és a felújítás. A kis beruházók esetében tapasztalható a kivárás, de az építőipar lendülete az árak emelkedése ellenére nem tört meg az elmúlt időszakban. Elmarad a Csíkpresszer Karácsony a Dala Miénk című koncert Szekszárdon. A különleges lemezbemutatót december 12-én tartották volna meg, ám a szervezők értesítése szerint a zenekart is utolérte a koronavírus. Az előadás új dátumát még az idén leegyeztetik a Babits Mihály Kulturális Központ programszervezőivel. A jegyek automatikusan érvényesek lesznek a későbbi időpontra is. Újabb eszközöket és járműveket adtak át Tolna megyében a Magyar Falu programnak köszönhetően. Kapospula a kommunális eszközbeszerzés keretében egy új traktort nyert, míg Nakon egy új kisbusz szolgálja a település életét a jövőben. Hőgyészen egy 900 millió forintos beruházásnak örülhetnek a környékbeliek, melyből 300 millió forintot a kormány biztosít. A létesülő ablaküveg gyártó üzem 25 embernek ad majd munkát. Első próbakörére viszi el NAK község, falu és tanyagondnoki buszát Potápi Árpád János, nemzetpolitikáért felelős államtitkár, Tolna megye 2. számú választókerületének országgyűlési képviselője. A Magyar Falu program által nyert gépjármű nagy hasznára lesz a településnek. Nagyon örülünk, hogy kaptunk egy újat, már csak azért is, mert napi használatban van, és rengeteg munkát végez a település jobb és hasznosabb életének az érdekében. Nyugdíjasokat, betegeket orvoshoz szállítja, bevásárlást végez a falu gondnokunk vele, és örülünk neki, hogy egy ilyen korszerű, modern buszhoz juthattunk. Ezen a napon nem csak Nakon, hanem Kapospulán is megörvendeztette a képviselő a helyieket. Itt ugyanis a kommunális eszközbeszerzési pályázaton nyertek egy 15 millió forintos traktort. Az elmúlt időszakban is tovább zajlott a Magyar Falu program. Gyakorlatilag most már a körzetemnek nincsen olyan települése, aki ne nyert volna valamilyen célra ebben a programban pályázatot, illetve most már több település el tudja mondani, hogy több pályázatot is nyert az elmúlt időszakban. 19-ben indult el a program, 19-20-21-ben, és 22-ben pedig megnövelt összeggel írjuk ki újra a kormány a Magyar Falu program pályázatait. Potápi Árpád János nem sokkal később már Hőgyészen egy új 800 négyzetméteres ipari csarnok bokréta ünnepén vett részt. A településen működő cég jelenleg varrodát üzemeltet, ahol 40 ember dolgozik. Az új beruházással viszont kibővítik a tevékenységüket, és nyilászárók gyártásával fognak foglalkozni. A 900 milliós beruházásból 300 millió forintot a magyar kormány a KKM-en keresztül támogatott, és ennek örülünk, hiszen ez újra azt mutatja, hogy a magyar kormány a vidéki beruházásokat, a vidéki vállalkozókat, egyáltalán vidéki embereket támogatja. Az üzem megnyitásával 25 új munkahelyet teremtenek a térségben. A tervezett 3 helyet 5%-kal emelkedik januártól a nyugdíj, jelentette be Orbán Viktor miniszterelnök szokásos péntek reggeli rádióinterjújában. Az emelés azonban nem csak ezt a rendszeres juttatást érinti, hanem a februárban kifizetésre kerülő 13. havi nyugdíjat is. Az oka az, hogy nagyobb infláció következett be a vártnál. A rendelet már megjelent a magyar közlönyben. A kormány megbecsüli valamikor a július környékén, amikor elfogadja a parlament a következő évi költségvetést, hogy mi lesz a következő évben. Mert az év végén a jegybank is elkészíti a maga becslését. Ha a kettő között eltérés van, akkor elsőbséget kell adni a jegybank becslésének. És
Ugyanha az előrejelzések nem találták el a következő évi infláció pontos mértékét, vagyis az árak, tegyük föl, jobban emelkednek, mint amit az év elején gondoltunk, akkor a következő év novemberében ezt mindig kipótoljuk. Pontos elszámolás, hosszú barátság, és a nyugdíjasok azok minden forintot számon tartanak, tehát velük pontosan kell elszámolni. 180 millió forintos TOP plusz forrásból újítaná fel a település konyháját Bátaszék önkormányzata. Bozsolik Róbert, a város polgármestere elmondta, nyár elején megkaphatják a pályázat eredményét, és ha nyertek, akkor 2023 nyarán átadják a korszerűsített konyhát. Megújulhat a bátaszéki konyha. A település polgármestere arról számolt be, hogy a legutóbbi képviselőtestületi ülésen összeállították azt a listát, amit a TOP plusz segítségével fejleszteni szeretnének a városban. Az egyik ilyen az általános iskola konyhája, amit még az 1980-as években építettek. Itt naponta közel 900 adag étel készül. A terveink szerint mintegy 180 millió forintos forrást szeretnénk elnyerni a TOP pluszból, melyből megoldanánk ennek a konyhának azokat a problémáit, hogy normális klimatizálás, megfelelő légelszívás lenne az egész konyha területén, és szeretnénk olyan konyhatechnológiai eszközökkel felszerelni, ami biztosítja továbbiakban is annak a mintegy 750-800 főnek az ételelőállítási feltételeit, akik jelen pillanatban is igénybe veszik. Emellett olyan korszerűsítést terveznek, ami lehetővé teszi, hogy még szélesebb réteg számára tudják biztosítani a vendégebédet. A pályázatot legkésőbb március 31-ig kell beadni az önkormányzatnak. Az elbírálás a benyújtás követő 60 napon belül várható, tehát azt gondoljuk, hogy 2022 közepére már eredmény lehet azzal kapcsolatban, hogy nyerte a pályázat. Ezt követően indulna meg maga a konkrét tervezési folyamat. Ha a pályázat sikeres elbírálásban részesül, a tervek szerint 2023 közepére megújulhat a bátaszéki konyha. Az Országos Tűzmegelőzési Bizottság 2021-ben is meghirdette alkotói pályázatát óvodások és iskolások részére. Az idei évben 423 pályamű érkezett a megyei katasztrófavédelmi igazgatóságra. A bizottság idén is olyan pályázatokat várt, amelyeken keresztül az óvodások és az iskolások megmutatják, hogyan látják a tűzoltókat és a hivatásukat. A legkreatívabb Tolna megyei iskola 2021-ben a Vosinszky Mór általános iskola lett Tolnáról. Innen összesen 82 szabad kézi rajzot kapott a megyei igazgatóság. A díjakat most adta át a bizottság elnöke. Az alkotói pályázatot ugye az Országos Tűzmegelőzési Bizottság 2012 év óta hirdette meg. Minden évben az általános iskolák részére, középiskolák részére és az óvodák részére is, különböző korcsoportokban, itt a 6-10, 11-14, illetve a 15-18 éves korosztályokra. És ahogy itt már elhangzott az előző riportok alapján, arra kíváncsiak, hogy a gyerekek mit látnak a tűzoltóság tekintetében, mit látnak a tűzmegelőzés tekintetében, és nagyon sok okos és nagyon szép műveket szoktunk látni ilyenkor. Különleges pályaorientációs diákversenyt szerveznek Tolna megyében december 15-én. A szakképzés iránt érdeklődő 8. osztályosok 6 fős csapatokban jelentkezhetnek az egész napon át tartó, rendhagyó feladatokkal teletűzdelt programra, aminek a nyertesei értékes ajándékokat kapnak majd. A programot a Tolna megyei foglalkoztatási paktum részeként szervezik meg, a cél pedig, hogy a szakképzést népszerűsítsék. A verseny állásáról egész nap folyamatosan tudósítunk majd televíziónk Facebook oldalán. Hatalmas sikere volt tavaly a december közepén megrendezett pályaorientációs kalandőrület nevű online vetélkedőnek. A játékot 2005-ben rendezte meg először a Tolna megyei szakképzési centrumhoz tartozó Tamási Vályi Péter szakképzőiskola. A program során a szakképzés iránt érdeklődő 6 fős, 8. osztályos csapatoknak leleményes logikai feladatokat kellett megoldaniuk rendhagyó módon. Idén a versenyen 9 Tolna megyei és 1 Baranya megyei csapat vesz részt. A szervezők célja, hogy a verseny által népszerűsítsék a szakképzésbe rejlő lehetőségeket. Minden egyes csapat, 6 fős csapatok jelentkezhetnek, a saját lakó környezetében, illetve iskolai környezetében játszik. A csapatok nem tudnak sem egymásról, sem arról, hogy
hogy hány feladat áll előttük. A verseny reggel 8 és délután 6 óra között zajlik majd. A hatfős csapatok a saját lakóhelyükön oldják meg majd a feladatokat, az eredményeket pedig az interneten küldik be a bíráknak. A verseny a Tolna megyei foglalkoztatási paktum részeként valósul majd meg. A szervezők célja, hogy a szakmákat ezáltal tegyék népszerűvé a fiatalok számára, ezzel biztosítva a megfelelő szakember utánpótlást, ami által erősíthető Tolna megye gazdasága. A játék során izgalmas, tréfás, logikai feladatokat kell megoldaniuk, és minden egyes feladat megfejtésével közelebb jutnak a virtuális kincsesláda megtalálásához. A pályaválasztási kalandőrület nevű versenyre tehát szerdán reggel 8 és 6 óra között kerül majd sor. Az eseményekről pedig napközben folyamatosan beszámolunk televíziunk Facebook csatornáján. Regionális híreinkkel folytatjuk a híradót. Közel a megállapodás, akár már decemberben megvehetik a pécsi repteret. Működésbiztonsági keretet akar a városvezetés Pécsen, 600 millióról dönthet egyedül a polgármester. Útfejlesztés és térfelújítás. Peterti sikerek a Magyar Falu programban. Akár már napokon belül megveheti az állam a Pécs-Pogányi repülőteret, tájékoztattak kormánypárti politikusok csütörtökön. A pécsi önkormányzat többségi tulajdonát adná el. A kormányzat pedig egy nemzetközi, személy- és áruszállításra alkalmas repteret hozna létre a ma kihasználatlanul álló területen. Közel áll a megállapodáshoz a kormány és Pécs a repülőtérről, jelentették be a polgári oldal politikusai csütörtökön. A pécsi önkormányzat rendelkezik a többségi tulajdonnal, ezt adná el az államnak. Cserébe a kormány olyan fejlesztésbe kezd a légikikötőben, hogy kialakíthasson egy forgalmas nemzetközi repteret Baranyában. Elindult a kormánynak az a repülőtér fejlesztési programja, amelyben nagy tárgyalások előzték meg azt, hogy a Pécs-Pogányi repülőtér lehessen a dél-dunántúli régiónak a dedikált kormányzat által fejlesztendő repülőtere. Nyilvánvalóan érzékelhető, hogy egy város erejét meghaladja egy nemzetközi repülőtér működtetése. Ezért az a fontos számunkra, hogy az állam lépjen be partnerként a repülőtér fejlesztésébe. Ehhez kell a többségi tulajdon megvétele a várostól. Korábban a gazdasági ügyekért felelős alpolgármester azt mondta, 1 milliárd fölötti összeget szeretnének a Pécs-Pogányi repülőtérért. A politikusok azt mondták, várhatóan 1 és 2 milliárd között lesz a vételár. A megyei önkormányzat elnöke azt mondta, Baranya kiszabadulhat abból a zárt helyzetből, ami jellemzi közlekedési szempontból. Az M6-os meghosszabbítása a határig majd további közlekedési fejlesztések enyhítenek ezen. A Mohácson épülő új közforgalmú kikötő, de az M60-as autóút Szigetvárig történő megépítése is majd mind ennek a fontos fejlesztési programnak a részei, és nagyon bízunk benne, hogy a több éves előkészítő munka eredményeként a kormányzat partnerségében megvalósuló és újjáéledő Pécs-Pogányi regionális repülőtér is mind ahhoz járulnak hozzá, hogy ez a bezártságunk itt Baranya megyében ez csökkenjen. Ezekkel a fejlesztésekkel, köztük a repülőtérrel olyan gazdasági kapcsolatokat lehet kialakítani, ami befektetőket, cégeket hoz a megyébe. Ez pedig újabb munkahelyeket jelent. A megyei fejlesztési biztos pécsi önkormányzati képviselő azt idézte fel, hogy mennyibe került a baranyai megyeszékhelynek a reptér fenntartása haszon nélkül. Ez a repülőtér 15 évvel ezelőtt lett átadva, és ezzel a 15 év alatt körülbelül 1,5-2 milliárd forint működési támogatást kapott a város polgáraitól, a város költségvetéséből. Azonban ezzel a 15 év alatt nem sikerült azt a fejlesztést lebonyolítani, amire szüksége van ennek a reptérnek ahhoz, hogy valóban gazdaság élénkítő szerepe legyen, hiszen ez talán a legfontosabb célja. A kifutópálya meghosszabbítását kell elvégezni, hogy nagyobb gépek fogadására is alkalmas lehessen a létesítmény, mondják a szakemberek. A politikusok azt mondják, 10 milliárdos nagyságrendű fejlesztésre lehet számítani a megállapodás esetén, ami akár már most decemberben létrejöhet. A légikikötő állami megvételét támogatja a paksi bővítésért felelős miniszter is, aki szerint az erőműhöz köthető cégek vezetőinek munkat de akár áruszállítóinak lehet gyors és kényelmes a repülős összeköttetés.
Újabb botrányos javaslattal állt elő a baloldali városvezetés Pécsen. 600 milliós keretről dönthet a képviselők megkérdezése nélkül a polgármester. Erről beszélt stábunknak az önkormányzati képviselő. Barkóczi Csaba azt mondja, a gazdasági bizottságban nem kapott választ arra, hogy miért kell a korábbi 50 milliós polgármesteri keretet több mint 500 milliárdra emelni. A képviselőtestület elé december 14-én kerülhet a javaslat. Ez az előterjesztés, és ez az a rész, amelyik jelentősen megnöveli a pécsi polgármester személyes döntési lehetőségét. Több mint 500 milliárdról mondhatja meg a képviselők beleegyezése nélkül, hogy mire fordíthatják. A soron következő testületi ülésen a közgyűlés elfogadja a költségvetés módosítására kiírt előterjesztést, az azt fogja jelenteni, hogy Péterfi Attila egy személyben dönthet 600 millió forintról a képviselőtestület megkérdezése nélkül. Ez a szám, ez 12-szerese a korábbi összegnek. Jelenleg a polgármester 50 millió forintig dönthet egyénileg forrás felhasználásról a testület megkérdezése nélkül. A tervezetben az áll, elengedhetetlen egy működésbiztonsági keret létrehozása ennek az évnek a lezárására és a 2022-es gazdasági év elindítására. Ezért kell 600 milliót elkülöníteni, aminek elköltéséről a polgármester önállóan dönthet. De hogy mit jelent ez a működésbiztonsági keret, és miért kell ekkora összeget adni a városvezető kezébe, nem derült ki a gazdasági bizottság ülésén, mondta stábunknak a képviselő. Nem értjük azt, hogy mi indokolja ezt a döntést. A bizottság ülésen próbáltam megkérdezni a pénzügyi főosztály, illetve a bizottság baloldali többségének a tagjait, vagy a pénzügyi főosztály munkatársait is. Senki nem tudott válaszolni a kérdésre, illetőleg nem akartak. Tehát nyilvánvalóan azért van erre szükség, mert olyan költéseket szeretnének eszközölni, amiből botrány lenne, és amelyet a városházi ellenzék nyilvánvalóan nem nézne jó szemmel. Az előterjesztés december 14-én kerülhet a városi közgyűlés elé. A polgári oldal nem tehet sokat, ha azt el akarja fogadni a baloldali többség, mondta a politikus. Jelenleg egyetlen egy eszközünk van, szembesíteni Péterfi Attilát a saját korábbi ígéreteivel. Ő nagyobb átláthatóságot és több demokráciát ígért a pécsieknek 2 évvel ezelőtt a választási kampányban, most pedig királyságot épít. Nem erre esküdött föl, nem ezt ígérte, úgyhogy tartsa is be az ígéreteit, és ne erőszakoskodjon ki magának ilyen óriási keretet. A városvezetői oldalról terveink szerint a gazdasági alpolgármestert kérdezzük meg a javaslatról pénteken. December 14-én pedig beszámolunk arról, hogyan döntött a képviselőtestület a polgármester 600 milliós keretéről. Útfejlesztés, az orvosi rendelő előtti tér megújítása és buszbeszerzés. Csak néhány azok közül a beruházások közül, melyeket Peterd önkormányzata nyert el a Magyar Falu programban. A község vezetése a környékbeli polgármestereket is meghívta a fejlesztéseket bemutató eseményre. Több környékbeli település vezetője is meghívást kapott Peterdre, ahol a Magyar Falu programnak köszönhetően megvalósult fejlesztéseket mutatta be a polgármester. Koskáné Barka Ibolya Irén nagy örömmel mondta, hogy egy régi álom válhatott valóra, amikor közel 25 millió forint értékben felújíthatták a bekötőutat, amely a falut a főúttal köti össze. Azért itt kevesebb a buszjárat is, és a másik dolog meg sokkal rövidebb út, mint körbejárni, és a munkába járás, iskolába járás szempontjából azért ez nagyon segíti az emberek életét. Napi 10-15 kilométert ezzel megspórolnak. A beruházásokat bemutató tájékoztatón részt vett Hargitai János is. A térség országgyűlési képviselője elmondta, hogy az út és járda építési, illetve fejlesztési pályázatok a legnépszerűbbek a Magyar Falu programban, de más projekteket is nyert a peterdi önkormányzat, így újulhatott meg az orvosi rendelő előtti tér is. Egy nehezen megközelíthető település most kapott ezzel a felújítással egy bekötési lehetőséget a főútra a település. Minden település örül a közútfejlesztéseknek, így nyilvánvalóan ez a település is sikeresen pályázott. Az orvosi rendelő körüli tér rendbetétele is fontos, és persze ők azt is tudják, hogy már van egy elnyert pályázatuk. Ez pedig tanya és falugondnoki buszok beszerzésére irányul, amire közel 14,5 millió forintot költhet a település. A képviselő felhívta a figyelmet arra, hogy hamarosan kiírják
beírják a következő pályázatokat a Magyar Falu programban, így továbbra is nyitott a lehetőség a kérelmek benyújtására. Végül mutatjuk Főbb-Tolna megyei híreinket még egyszer röviden. Felújították a faluházat, több mint 200 millió forint kormányzati támogatás érkezett Decsre. Újabb áremelkedés várható, akár 30%-kal is többet fizethetünk az építőanyagért. Tovább fejlődik Tolna megye, a számos nyertes pályázat mellett egy új üzem is létesül a térségben. Idén is lesz pályaorientációs kalandőrület, már állítják össze a feladatokat a nagyszabású diákversenyhez. A hétvégén újabb mediterrán ciklon érkezik, szombaton erősen felhős, borongós időre készülhetünk, néhol hó és havas eső is eshet. Viharos erősségű szélre készülhetünk, vasárnap a szeles időjárás mellett várhatóan felszakadozik a felhőzet, kisüt a nap, hétfőre a légmozgás mérséklődik. Friss hírekkel legközelebb hétfőn este jelentkezünk, addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint figyelemre méltó, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!